Húsvéti tojásfestő sorozatom ezen részében azt fogom megmutatni, hogy hogyan kell gömöri tojásokat készíteni. Ezek is ugyanúgy viasszal készülnek, de nem az imént mutatott írókával az előző részekben, hanem egy másik szerszámmal. Ez tulajdonképpen egy gombos tű, amit egy hurkapálcikába szúrtam, de akár ceruzába is lehetett volna, és csak arra való, hogy valahogy ezt a gombos tűt meg tudjuk fogni. És itt látható előttem a felolvasztott viasz. Ebbe fogom a gombos tűhegyét belemártani. Fontos, hogy üvegfejű gombos tű legyen, ne pedig műanyag, mert a műanyag ez már megolvadna ettől a nagy hőtől. Tehát üvegfejű gombos tűt használunk, belemerítjük, és picike mozdulatokkal elkezdünk vonalakat húzni a tojásra. Minden egyes vonalhúzás után vissza kell meríteni, mert csak ennyit tudunk meghúzni egyszerre, több viasz nem kerül rá a gombos tűre, és így ezekkel az apró kis mozdulatokkal tudjuk elkészíteni a gömöri tojásokat. Ez tulajdonképpen nagyon egyszerű, mert speciális eszköz egyáltalán nem kell hozzá, hanem csak a mélyviaszt kell felolvasztani, és egy gombos tűre van szükségünk, és már is nagyon szépen, egyszerűen tudunk tojásokat készíteni. Ez egy alap virágmotívum, ezt tovább lehet díszíteni, illetve a másik felére is ugyanezt el tudjuk végezni. Itt fontos, hogy amikor belemerítjük az eszközünket a viaszba, akkor utána gyorsan húzzuk a vonalat, tehát ez nem az a technika, ahol ráérünk gondolkozni, itt nagyon gyorsan kell a mozdulatokat végezni, nehogy a viaszunk az rákössön az eszközünkre, mert utána akkor már ismét fel kell melegíteni ahhoz, hogy lejöjjön. Most megcsináltam ugyanazt a mintát a hátuljára is, és akkor még oldalt is lehet tovább díszíteni, hiszen még bőven van hely. Így el is választottam most a két virágmintát egymástól, és ugyanezzel a módszerrel a másik felére is elvégzem ezt az osztást. Ígyni, tehát tulajdonképpen néhány perc alatt el is tudtuk készíteni a gömöri tojásunkat, és természetesen gombos tűből is van kisebb, illetve nagyobb fejű. Hogyha egy kisebb fejű gombos tűnk van, akkor ugyanezzel a technikával még apróbb mintákat is lehet rátenni. Én most nagyon kis pici pöttyöket fogok ide elhelyezni. Így néz akkor ki a kész gömöri tojásunk. Itt is én a lukakat beszoktam fedni, hogy a festésnél könnyebb dolgom legyen. Ezt viszont ezzel a nagyobb gombos tűvel szoktam, simán ugyanúgy, ahogy eddig belemártam, és a luk fölé teszem, és ezáltal a luk az nagyon szépen el is tömődött viasszal, és festéskor így nem fog belefolyni a festék. Ugyanezt csinálom a másik lukkal is, és természetesen itt is a monogramomat a végén ezzel az eszközzel el is helyezem.